A jó idő beköszöntével folyamatosan szépülnek Moson-Magyaróvár házainak udvarai. Azok a kertek is, amelyek gazdái jelentkeztek a város által meghirdetett legszebb konyhakertek programra. Ezt az országos programot már jóval korábban hirdették meg, de mi szinte a kezdetektől csatlakoztunk hozzá, ha jól emlékszem, 4 éve, és hát a Földművelésügyi Minisztérium együtt Karcagváros alpolgármester asszonyával, aki az egésznek az ötletgazdája volt, és azóta is lelkesen viszi ezt a programot. Tehát ez egy országos mozgalom, amelyik településbe vállalta, hogy megszervezi helyi szinten a versenyt a kertművelők között. Ott már megtörtént a versenynek a meghirdetése, ez így volt Moson-Magyaróváron is, április 30-áig lehet jelentkezni. Még tehát a határidő nem telt le, már nagyon sok jelentkezési lap érkezett be hozzánk. A jelentkezések lezárulása után június végéig kell megtartani az első kertszemlét, majd augusztus végéig a másodikat. Egy helyi díjkiosztót is kell tartani, amit szeptember 7-ére tervezünk, amikor a terménykiállítás lesz, mert hát ugye a kerteknek a gyümölcse az a lényeg, tulajdonképpen, hogy az egészséges zöldséggyümölcs teremjen, egészségesen táplálkozunk, egészséges életmód népszerűsítése tulajdonképpen a versenynek a lényege. A legjobbak országos megmérettetésen vehetnek részt, ahol az előző évek tapasztalatai azt mutatják, városunk kertészei eséllyel pályáznak rangos elismerésekre. Azért neveztem be erre a versenyre, ha már kertbarát vagyok már sok éve, és a kertbarátaim is, meg a környezetem is mindig mondta, hogy nevezzél be, mert van hozzá egy kis tudásod is, egy kis erőd is még. Aztán meg szeretem a szépet, én virágkötő vagyok, és a virágkötő minden virágból, ha száraz virág, ha ilyen vagy olyan, az mindig tud valamit előkészíteni, csinálni, úgyhogy hogy szeretek a virággal dolgozni, ültetni, kapálni, kötni. Mindent. Ami virággal, zölddel kapcsolatos, én azt mindent szeretek. Hegedűs Csabáné, a Moson-Magyaróvári kertbarátok körének elnöke elárulta. Nagyon nehéz a zsűri feladata, hiszen ez a kezdeményezés egyre népszerűbb. Feltételek vannak, nem feltétlenül úgy, hogy ez kizáró tényező, hogyha valaki például permetezési naplót nem vezet, de az egy pluszpontot jelent az elbírálásnál, az értékelésnél, hogyha valaki ezt megteszi. Azon kívül talán biztos, mi tudják sokan, hogy sok minden számít, hogy hogyan érjük el, az, hogy felhasználjuk a természetes, a természet adta lehetőséget, az esővizet, komposztálnak a kertbarátok, és hát ugye ez olcsóbbá teszi egy kicsit a termelést. A nevezési határidő tehát közeleg, ám április 30-áig, aki még kedvet kap, benevezhet a legszebb konyhakertek versenyére.